A 2019-es Dohai világbajnokság óta az elmúlt hétvégén a horvátországi Splitben rendezett dobó Európa Kupa volt az első rangos a világverseny az atléták számára. Az olimpiai kvalifikációs pontszerző viadalra 17 magyar sportoló utazott el, közülük 3-an képviselték a Nyíregyházi Sportcentrumot. A néhány hete 65 méter 20 cm-rel egyéni csúcsot elérő Szikszai Róbert ezúttal 61-78-ig jutott, ami a 7. helyet jelentette számára. Ez a 61-78 nem mondható, hogy rossz eredmények, egy olyan közepes eredménynek gondolom, egy olyan 63 méter fölött eredményt, ha dobok, azzal elégedett lettem volna, az ugye dobogót is ért volna, mostan jött ki. A mezőny az nem volt annyira erős, mint amennyire vártuk, a románokat és az ukránokat el is tiltották pozitív eset miatt, emiatt 14 fő maradt 16-ból, és így végül a 31 fős mezőnyből lettem 7., ami úgy gondolom, hogy azért nem olyan rossz helyezés. A súlylökő Tóth Balázs 17 méter 80 cm-es új egyéni csúccsal lepte meg magát 21. születésnapján. Ez az eredmény a B-döntő 8., a verseny 19. helyéhez volt elegendő. U23-as korosztályban versenyzem általában, ugye ez az én saját korosztályom, most felnőttek között indultam. Úgy is indultam el a versenyre, hogy sokkal erősebb ellenfelekre számítottam. Ahhoz képest úgy gondolom, hogy meglepően jól teljesítettem magamhoz képest is ebben a nehéz mezőnyben. A harmadik nyíregyházi versenyző, a Szombathelyen készülő Kerekes Dóra ezúttal 53 méter 22 cm-ig jutott, amivel a 22. helyen zárta az Európa Kupát. Kerekes László edző mindhárom tanítványa teljesítményében talált pozitívumokat. Önmagában van az is nagy dolog, ugye, hogy három ember kijutott ide, mert ez nem úgy van, hogy csak benevezünk, hanem ezt ki kell érdemelni. Születtek nagyon jó eredmények, és születtek kevésbé jó eredmények, ugye, kiemelkedő volt Balázsnak az egyéni csúcsa, hiszen több mint 40 centivel javította meg az egyén legjobbját egy nemzetközi versenyen. Ez nem rossz dolog. Robi, Szikszai Robi egy kicsit elmaradt attól, amit vártam, de ha azt nézzük, hogy a magyar csapatból ő érte el a második legjobb helyezést, akkor az nem olyan rossz, de bíztam abban, hogy két ember áll a dobogóra a diszkoszvetésben. De ez sajnos nem sikerült. A lányom... Nekik egy kicsit nehezebb volt a helyzetük, hiszen nem azon a helyszínen dobtak, ahol a többiek, és rossz volt a szél, de ami mindenkinek rossz volt, ezért picit ő is elmaradt attól az eredménytől, amit vártunk, de végül is az ő eredménye elfogadható. A három atléta hétvégén már ismét versenyez, a Debrecen Nyíregyháza vegyes csapat színeiben állnak rajthoz Debrecenben, a csapatbajnokság keleti elődöntőjében. Azt követően Szikszai Róbert a Budapest bajnokságon, majd egy ausztriai meghívásos versenyen igyekszik közelebb kerülni a tokiói olimpiához.